Hát sziasztok! Végre sikerült kijönnöm horgászni egyet. Ez az első éjszakám ebből a csónakból. Hát, sötétbe érkeztem, úgyhogy elég nehézkes volt kipakolni. De az a lényeg, hogy most már a pecák a vízbe. Próbálok amúgy pontot fogni. Kettős körösen vagyok itt a duzzasztó és a dobozi híd között. Törésre horgászok az egyik bottal, másikkal pedig parcélbe egy olyan 1-20-as vízbe. Tehát két helyre dobtam a felszerelést, és kukoricával letettem, kicsi tigris magyaróval, a csali pedig lebegtetett főzött kukorica. Szóval egy kicsit kimaradtam, és várok, hát ha lesz valami, beeltettem. Az egyik pecabotott a nádtól egy kicsit balra, ott a bokorral szembe van. Lehet, hogy látszik a felvételen, nem tudom, de már sötét is van, meg ugye ez a kamerának nincs akkora felbontása, nem tudok rá közelíteni. Viszont a bója gondolom látszik, a másik peca pedig ott a bójánál van. Oda letettem, tehát lesz egy ilyen bokor alatti peca, ahol olyan 1-20-as víz van, és ott a másik helyen, ott pedig egy 2 méteres víz van. A törés az jóval bejebb van, mindenki a törésen horgászik, az is hát 2 méterről törik le ugye egészen 4-4,5 méterig a víz, és akkor ott a törés szélén szokták elhelyezni a bójákat, a szakik, amit most hallottam, hogy keveset fognak, tehát ritkán van kapás. Nem tudom, én most kipróbálom ezt a részt, hogy hát ha kihúzódtak a halak, a kis vízbe is tavaly előtt nekem volt élményem, úgyhogy hát ha most is lesz, na hadd szóljon.